házigazdájaként sok szeretettel köszöntöm Önöket az a Legelszegi Vegyeskar által rendezett 4. Nyugaton átúri kórus fesztiválon. Szeretettel köszöntöm vendégeinket is, a Vasvárvárosi Kórus és karmagyukat, Farkas Anikót. A Győri Liszt Ferenc Kórust és karmagyukat, Szűcs Péter Pált. Szabályi Ökumenikus Vegyeskart és karnagyukat, Lakner Bognár Mógát. Tisztelettel köszöntöm Horváth Gábor, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat humán igazgatási csoportjának vezetőjét. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásokat, és együtt a tisztelettel megkérem, hogy köszöntse a Kórus Fesztivál résztvevőit és közönségét. Köszönöm szépen a megtisztelő felkérést, tisztelt Hölgyeim és Uraim, az Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében nagy tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm Önöket. Köszöntöm a kórusokat az Ala folyón innen is túl. Akit egyszer laborejt a kórus muzsika, az örökre a szerelmese marad. Így jártam én is 20 évvel ezelőtt, amikor hivatalból megszervezhettem az első, az Zalaegerszegi Gyermekkórus Fesztiválok egyikét. Ami akkor egy nagy kihívás volt, hiszen 8 kórus, körülbelül 400 gyermeke énekelt a falak között. Olyan sokan voltak, hogy amikor átkísértük őket ebédelni a Petőfi iskolába, akkor az első gyermekek már az iskolában voltak, a vége pedig még itt volt a hangverseny teremnél. Tehát ez egy izgalmas, feszültséggel teli feladat volt, de a varázslat, ami a színpadon történt, az kár volt, hogy ma pedig elmondhatjuk, hogy Zalaegerszegi már a kórus találkozók városa, hiszen hála Kovács Kata karnagynak, immár nem csak a gyermekkórusok, hanem a felnőtt kórusok is időről időre rendezvényeznek egymásnak. Én vallom, hogy nem tudunk kiteljesedni úgy, hogyha nem vagyunk nyitottak a mások művészetére. Azt gondolom, hogy a fejlődés csak így lehetséges, ez így lesz ma is, hiszen ahogy a felvezetőben elhangzott, a Svári kórus, Szombathelyi kórus és Győri kórus is velünk van. Kérem, fogadják őket is nagy szeretettel, Isten hozta önket városunkban. Végezetül pedig, ahogy erre a köszöntőre készültem, megnéztem, hogy vajon a brit tudósok mit gondolnak a kórus éneklésről, és hát elárulhatom, most már önök is biztos tudják, hogy a brit tudósok, ehhez is értenek, kórus énekléshez is, hiszen az Oxfordi Egyetem mutatói bebizonyították, hogy a kórus éneklés javítja az egészséget, boldogságot okoz, a közös éneklés hatékony antidepresszáns és kifejezetten jó hatással van az agyműködésére. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a mai este boldogságban és egészségben gazdag lesz. Kívánok Önöknek egy nagyon szép estét, és mivel annak idején az én énektudásomnak az általános, mint pedig a középiskolában elfelejtették valamilyen abból kifolyólag felfedezni, ezért most átadnám nagy tisztelettel a színpadot a kórusoknak, fogadják őket nagy szeretettel, szép estét kívánok Önöknek. Köszönöm! Először közel 20 éve, 2006-ban fogalmazódott meg karnagyunk és a kórus tagjaiban, mely elhatározást 2007-ben tett követett, és a város közönsége először hallgathatta meg a régió kiváló kórusainak előadását. A Kórus Fesztivált 2 évente terveztük megrendezni. Az első fesztiválon vendégül láttuk a Soproni Liszt Ferenc pedagógus énekkart, Szombathelyváros Erkel kórusát, Kaposvári Vikár Béla Vegyeskar és Veszprém Város Vegyeskara. Második Nyugat-Dunántúli Fesztivál 2009-ben került megrendezésre, ahol az első alkalomhoz hasonlóan színvonalas kórusok, a Veszprémi Liszt Ferenc Kórus Társaság, a Dombóvári Kapos Kórus és a Győri Pedagógus Énekkar előadását élvezhette a közönség. Sajnos támogatás hiányában a Vegyeskar 2011-ben nem tudta megrendezni a soron következő fesztivált,
Azonban 2013-ban a Nemzeti Kulturális Alap és Zalaegerszeg megyei jóváros önkormányzatának köszönhetően önök ismét nagyszerű vendégkórusokat hallgathattak meg a 3. Nyugat-Dunántúli Fesztivál keretében. Vendégünk volt a Szombathelyi Pedagógus Vegyeskar és a Nagykanizsai Városi Vegyeskar. Közel 10 év kihagyás után idén újra megrendezhetjük ezt a fesztivált, hála a Nemzeti Kulturális Alap és Zalaegerszeg megyei jóváros önkormányzatának. Karnagyunk, Kovács Kata régi álma válik ma este valóra, hiszen régóta tévelgetett gondolata volt, hogy a főiskolai csoport és iskolatársai kórusai részvételével rendezhessük meg ezt a kórus találkozót. Kovács Kata, Farkas Anikó és Szűcs Péter Pál közösen szereztek diplomát 1998-ban a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola ének egyházzene szakán. Lakner Bognár Nóra pedig ugyanezen a szakon végzett 6 évvel később, 2004-ben. Mindannyiunk karvezetés tanára Vincefi Adrián volt, aki a kórus élet elismert Artisus Kóta és Interkultúr Hungária díjas karnagya. Színpadon Vasvárváros kórusa 1992-ben alakult, 93 óta pedig egyesületként működik. A kórus alapítója Dévai Géza volt, aki 2010-ig magas művészeti színvonalon vezette a kórust. Halála után a tagok kitartásának köszönhetően folytatódhatott a munka. A kórust jelenleg Farkas Anikó és Szabó Zoltán vezeti. Vasvárvárosi rendezvényei rendszeres résztvevő. Ezen kívül két állandó eseményt szerveznek. Minden évben önálló műsort adnak karácsony közelettével, illetve 1996 óta rendezik a Vasvári Kórus találkozót. Több alkalommal szerepeltek külföldi énekkarok is a találkozón. Szakmai sikerük egyik állomása 2003, amikor a külszaki vonósokkal CD-re vették Vivaldi Introduzione e Gloria című művét. A sikeres koncerteken túl a kórus életének voltak érdekes és feledhetetlen pillanatai. 2007-ben közös koncerten léptek fel a Musikás Együttessel, 2011-ben pedig Sipkén közreműködők voltak Balázs Fecó koncertjén. Legutóbbi élményük pedig a május 25-én megrendezett Dévai Géza kórus találkozó, melynek 10 vendége Balázs Árpád, Erkel Ferenc és Magyar Örökség díjas zeneszerző volt. Mai műsorunk a következő. Petrovics Emil, Játszik a szél. Bruckner, Tantum Ergo. Bruckner, Lókuszista. Balázs Árpád, John Anderson, Steven John. Balázs Árpád, Pohárköszöntő. És Balázs Árpád, Máta Remáta. Vezényel, Farkas Anikó. Fogadják őket szeretettel. Thank you.
Győri Liszt Ferenc kórus. A kórus éneklés a legrövidebb út az emberek közötti harmóniához, a kórus éneklés ezért közös örömforrás. Ezt a forrást kereste az a mintegy 70 énekelni szerető győri ember is, akik 1952-ben elhatározták, hogy kórust szerveznek. Az alapító első karnak Harmos László zeneszerző volt. Korszellemnek megfelelően mozgalmi dalok és többnyire népdalfeldolgozások alkották a kórus akkori repertoáriát, ami idővel egyre gazdagodott. A kórus mozgalom aktív résztvevőjévé vált kórus körbe énekelte az országot, és az ELTE több mint 70 év alatt számtalanszor megfordult nemzetközi színpadokon is. Városi rendezvények mellett egyre több szakrális alkalom került a kórus naptárába. Rendszeresen részt vesz az országos Ars Sacra rendezvénysorozatban, illetve gyakori közreműködője a Győrben megrendezett nemzetközi rangú 5 templom fesztiválnak is. A Győri Liszt Ferenc kórus művészeti munkáját 2021 óta Szűcs Péter Pál végzi. Mai műsor. Mozart, Jubilate Deo, Bach, Im nézem ezt a kertet, Deep River, Spirituale, Horváth Bálint, Távolodóban. Ez a mű a 2024-es Kórusok Éjszakája fesztivál zárótala. S végül Bártos Lajos, Danatana. Vezényel Szűcs Péter Pál. Fogadják őket sok szeretettel.
színpadon Vox Savalier ökumenikus vegyeskar. Vox Savalier egy énekegyüttest 2010-ben hívta életre Lakner Bognár Nóra karnagy, a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség égisze alatt. Az énekegyüttes még ebben az évben egy osztrák-magyar határon átívelő program keretén belül talált partnerkórusára, a Güsszinki Városi Kórusra, akikkel együttműködésük mind a mai napig töretlen és gyümölcsözött. Első közös hangversenyük 2010. április 18-án került megrendezésre a Güsszinki Zenei Napok rendezvény sorozat keretében. A két kórus, valamint a Szavárdal Szimfonikus Zenekar közös összefogásának köszönhetően még ugyanabban az évben sor került a hangverseny magyarországi bemutatójára is, 2010. szeptemberében a Szombathelyi Evangélikus Templomban, Lakner Bognár Nóra karnagy vezényletével. A Vox Savalier énekegyüttes eredetileg kis létszámú amatőr kamarakórusként alakult, hiszen tagjai számuk akkor 20 fő körül mozgott. Azóta a kórus létszáma gyakorlatilag megduplázódott, sőt a fölé került, hiszen jelen pillanatban 50 főt számlál. Lakner Bognár Nóra férje, Lakner Bognár András, orgonaművész, egyházzenész, karnagy 2016-ban elnyerte a Szombathelyi Egyházmegye zenei igazgatói, a Székesegyház karnagyi orgonaművészi tisztségét. Ettől kezdve a vegyeskar feladata a püspöki szentmisséken, ünnepi szertartásokon való szolgálattal is bővült. A megbízatásból fakadóan és a házaspár közös döntése nyomán a kórus 2017-ben felvette a Vox Savalier ökumenikus vegyeskar nevet, 2019-ben pedig jogilag is önálló egyesületté alakult. 2022-ben Güsszink városa Lakner Bognár Nóra karnagyot kérte be a Güsszinki Zenei Napok Fesztivál vezetésére. Még ez év őszén nagy sikerű közös koncertre került sor, három helyszínen mutatták be Mozart requiemjét a Savalier Szimfonikus Zenekar támogatásával, mintegy 1500 ember előtt. Büszkék vagyok arra, hogy már második alkalommal kilépve komfortzónából operakórusokat énekelhettünk Güsszinkben a Liszt Ferenc díjas, Balogh József zongora művész úr kíséretével. Közönségünket minden évben kórus kirándulásokkal erősítjük. Így jutottunk el Szlovéniába, az ausztriai Admontba, 2022-ben pedig Rómába is, ahol liturgikus zenei szolgálatot láttunk el. A kórus művészeti munkáját Lakner Bognár Nóra és Lakner Bognár András karmadok irányítják. A vegyes karmai műsora. Johann Sebastian Bach, Vérzetzen Unsz, a Máté Vassió záró kórusa. Christopher Tamling, Missa Festiva, Kyrie, Gloria tétele. Giuseppe Verdi, Aida, Dicsőség Egyiptomnak. És Smetana, Eladott mennyasszony, nyitó kórus. Zongorán közreműködik Lakner Bognár András, vezényel Lakner Bognár Nóra. Fogadják őket sok szeretettel.
Thank you.
Thank you.
színpadon az Alegerszegi Vegyeskar. A koros 1900... A kórus 1957-ben alakult, idén ünnepli fennállásának 67. évfordulóját. A kórusban az összetartó erő, az énekzene szeretete és a város kulturális értékeinek gyarapítása volt, az ma is. Az együttes 1990-től egyesületként működik, művészeti munkáját a Keresztúri Dezső VNK hangversenytermében végzi. A Vegyeskar évente több önálló hangversenyt ad, hagyomány a kórus életében a karácsonyi és évadzáró koncert, melyek minden évben jelentős eseménynek számítanak a koncertlátogatók számára. Rendszeres résztvevői kórus találkozóknak gyakran kérik fel a kórus jótékonysági koncerteken, különféle rendezvényeken való közreműködésre, és rendszeresen megszólalnak Zalaegerszeg ünnepi műsorai is. Előszeretettel énekelnek nagyszabású oratórikus műveket, mint például Mozart requiemjét, Fauré requiemjét, énekelték Rossini Stabat Materét, Mozart koronázási miséjét, Haydn teremtés című oratóriumát, Orff Carmina Burana című művét, Ramirez Kreol miséjét és Handel messiását. 1993-ban jelent meg az első CD-jük és hangkazettájuk, 2000-ben a második CD-jük, és 2007-ben egy dupla DVD-t készítettek, mely koncertek és utazásaikat bemutató filmrészletek segítségével idézi vissza az elmúlt 50 évet. 60 éves jubileumra egy csodálatos kiadványt készítettek, melyet ma nagy szeretettel adnak át a vendégkórusoknak is. Az Alegerszegi Vegyeskar 60-as évektől rendszeresen szerepel külföldön. Fesztiválok meghívó szereplői voltak Jugoszláviában, Finnországban, Ausztriában, Olaszországban, Spanyolországban. Partnerkapcsolataik révén turnéztak Izraelben, Portugáliában, Csehországban, Németországban és Bosznia-Hercegovinában. Idén ősszel harmadszor vesznek részt egy nemzetközi kórusfesztiválon, az Alegerszegi Vegyeskar a Gardatónál fogja képviselni Magyarországot és Zalaegerszeget. A kórus 1989-ben hangversenykórus, 1998-ban hangversenykórus cum laude, és 2006-ban pedig újra hangversenykórus minősítést kapott. Az együttes művészeti vezetői voltak Punkor Antal, Dömötör Ilona, Farkasné Perlaki Edit, Hajdu Sándor. 2003 őszétől immár 21 éve a kórus művészeti munkáját Kovács Kata irányítja. Az Alegerszegi Vegyeskar mai műsora következő. Orbán György, Démoni Rabbit Kalidus, mely műnek a különlegessége, hogy Karnagyunk Kata 1998-ban, 26 évvel ezelőtt ezzel a kórus művel diplomázott a főiskolán. Majd hallgassák szeretettel Weber szerzeményét, egy Vegyeskarra írt Operaház fantomja egyveleget. Végül pedig egy vidám kórus művel zárjuk programokat, Dalóczi Bárdos Tamás Farsangi Vigasság című művével. Zongorán közreműködik Visi Barnabás zongoraművész, vezényel Kovács Kata.
csapatodat. És végezetül a műsor utolsó számaként kérem hallgassák meg a négy kórus előadásában Verdi Napokójából a rabszolgakórus. Mielőtt elbúcsúznék, kérem engedjék meg, hogy megköszönjem Zalaegerszeg megyei jogúváros önkormányzatának és a Nemzeti Kulturális Alapnak a támogatásukat. Köszönjük, hogy eljöttek és meghallgatták a 4. Nyugat-Dunántúli Kórus Fesztivál résztvevőit, akik most egy közös dallal köszönik meg részvételüket, valamint kívánok mindannyiuknak szép estét. És akkor most fogadják szeretettel Verdi Napokójából a rabszolgák kórusát. Zongorán közreműködik Visi Barnabás, vezényel Kovács Kata. Thank you.
hogy eljöttek ma este. Köszönöm minden vendégkórusnak, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönöm Gábornak, hogy megtisztelt bennünket. És önöknek, mert önök nélkül nincs meg ez a csoda, hogy mindig ilyen csodálatos közönségünk van. Úgyhogy nagyon remélem, hogy még sok ilyen boldog pillanatban lesz közösen részünk. További szép estét kívánunk önöknek. Viszontlátásra!